Apu, Isten szokott focizni? Furcsa képet vághatok, mert egy ilyet kis fintor fut át az arcán. Bólint, mint aki a tekintetemből megértette, hogy sületlenséget mondott. Nem is alkalmatlankodik tovább, elmegy. Hosszan bámulok utána. A hátán is látom, hogy elszomorodott. Na, mormogom magamban, most megbántottam. Próbálok visszazökkenni a munkába, de a távolodó, szomorú hát emlékképe nem hagy. Persze mindig ez a hülye foci. Tere van a feje focista nevekkel, gólpasszokkal, cselekkel, bombákkal, hosszú indításokkal, a gólokról nem is beszélve. Betéve tudja a világbajnokság összes gólját. Na, ebből elég. Hol is tartottam? De kicseleznek a betűk. A téren vagyok. Fociznak a srácok a téren. Egy rosszul eltalált labda nagy ívben repülne az autók közé, de ott jön egy elegánsan öltözött úr, diplomatatáskával, hopp, egy fantasztikus légstoppal, leveszi a lasztit, a jobb lábáról átteszi a balra, dekázik egy kicsit, bámulatos a technikája. Az égbe rúbogott labda pontosan a vállára esik, vállal veszi le, egy kicsit egyensúlyozza, fölválaszza a fejére, pörgeti a homlokán, aztán le a térdére, pattogtatja, dekázik. Nincs mese. Ez egy labdaművész. Megindul a labdával a srácok felé, a háta mögé emeli, egy Oxforddal maga elé teszi. Na, vegyétek el, az arcán játékra kész mosoly. A fiúk rárohannak, de a diplomata táskás habkönnyű cseleivel szemben tehetetlenek. Már ott áll a kaputorkában, elfekteti a kapust, lő, gól! A srácok szájtátva állnak, ilyet még nem láttak. Az idegen meg már nincsen sehol. Mi volt olyan furcsa rajta? Kérdezi az egyik fiú. Nem láttad? Úgy fény lett az arca. Na tessék, nem vagyok normális. Most aztán ennek vége, koncentrálok, és... Tulajdonképpen miért lenne idegen Istentől a játék? Hogy is írta József Attila? Ha a téren játszanak a gyerekek, Isten közöttük ott ő gyeleg. Miért ne? Nagy elhatározással fölállok, rányítok a fiamra. Gondolkodtam a dolgon, mondom eltökélten. Isten igenis szokott focizni. Kivirul. Akkor meg lehet rá kérni? Mire? Hogy álljon be egy kicsit a magyar válogatottba. Aha, hát erre ment ki a játék. Akkor még bejuthatunk az Európa-bajnokság döntőjébe, mondja kérlelően, mintha bizony az én elhatározásomon állna vagy bukna a dolog. Azt gondolom, ráncolja a homlokát, hogy neki 5 perc is elég volna, csak 5 percre álljon be. Nem rossz. Tessék elképzelni azt a meccset. 5 perc van hátra. Az ellenfél 3-0-ra vezet. A hangos bemondó bemondja, hogy a magyar csapat cserél. Limperger helyére beáll, hogy kicsoda, nem lehet megtudni, mert a nagy zsibongásban nem érteni a nevét. Meg hát 3-0-nál. Ugyan kérem. Azért az új játékosban van valami figyelemre méltó. Látják? Hallják, ahogy elhalkul a lárma. Micsoda halotti csend, és aztán micsoda ováció, 40 méterről, mintha zsinóron húzták volna. Ekkora gólt! De hiszen ez csak a kezdet, sziszeg a közönség, kélyesen sóhajt, ordít, tombol. Te úristen, ekkora játékos! Na, 4-3-ra győztünk. Mit gondolsz? Beáll? Reménykedjünk. Mondom, és visszaballagok a munkámhoz. De sehogyan sem akaródzik visszajutni hozzá. A betűk helyett egyre csak azt a fénylő alakot látom a pályán. Istenem, motyogom magamban, mi az neked? Tedd meg már, ha ez a gyerek annyira kéri, állj be 5 percre, vagy 2-re, akárha láthatatlanul is. Segítsd ezt a szegény csetlő-botló csapatot. És ha már itt jársz köztünk, és volt 5 perced a focira, miután leveszed a szerelésed,
lezuhanyozol, és újra utcai ruhába öltözöl, ne hagyj itt rögtön bennünket. Mert nem csak a csapat csetlik-botlik. Állj egy kicsit a hátunk mögé, tedd a vállunkra a kezed. Valaki megérinti a vállam, hátra kapom a fejem, a fiam. Megígérte? Kérdi. Meg, mondom elszorult torokkal. Látod, uram? Most már nincs visszaút. Nincs visszaút. Szeretettel köszöntöm stúdiónk vendégeit, Galambos Dániel főszerkesztő urat és Szabó V. Lászlót, a Kocsis Kiadó iroda vezetőjét. Nincs visszaút, március 7-én megjelenik magyarul a World Soccer magazin. Ez így van, és így most, ahogy felolvastál, sok minden eszembe jutott, hogy tényleg a futball kapcsán, hogy azért az mondjuk vallás is, hogyha egy kicsit kapcsolódjunk ehhez a műhöz, sokak szemében, ugye, és hát azt gondoljuk, hogy van annyira népszerű, hogy érdemes, vagy szerintem a kiadó azt gondolta, hogy érdemes kijönni egy ilyen lappal, ami ráadásul egy nagyon patinás lap, tehát ez egy 1960-ban alapított magazin, a World Soccer. 1960-ban és Angliában? Igen. Igen. És hát tulajdonképpen Anglia, igen, hát a futballős hazája. Futballős hazája. Így ott onnan származtathatjuk ezt az európai futballt, legalábbis ugye még így az 1860-as évekből ott alakult az első szövetség, de szóval a lényeg az, hogy nincs a piacon magazin, jelenleg futballmagazin, és amikor végül is most a hosszú idő után az utóbbi években már újra sikeres a magyar válogatott, a nemzetközi szinten is játszik csapatunk, ugye kupacsapatunk, klubcsapatunk, akkor azért azt gondolom, hogy talán lesz közönség erre a lapra, amit igyekszünk minden jobban előállítani. Azért is olvastam ezt a Lázár Ervin novellát, mert hogy egyrészt csodálatos mű, és gyakorlatilag végül is mindent elmond a fociról, tehát olyan szívvel lehet csak úgy érzem a fociról beszélgetni, még annak is, aki egyébként, mint én is, abszolút outsider. Kérdezem a kiadó részéről Szabó V. Lászlót is, hogy miközben készültem a műsorra, azon gondolkodtam, hogy zsenik vagytok, vagy bátrak? Hát sajnos zsenik nem, attól félek. Ha választani kellene, akkor arra böknék természetesen, de ha józanok valódunk, akkor inkább bátrak is mokmerőek. Hát a print médiában egyébként, azt már korábban is egyébként erről beszéltünk, akár televíziós, akár rádió szinten, hogy a print média jelen társadalmunkban már azért olyan visszaszorult helyen van, hogy azt gyakorlatilag elmondani nem lehet, és nagyon érdekes, mert egy kedves barátommal beszéltem tegnap, aki egy jogásznő egyébként, Ágneska, aki ezt elmondta, hogy ő print médiát már évek óta nem olvasott. Tehát, és gyakorlatilag hát ettől a társadalomtól azért nehéz elvárni, gyakorlatilag az, hogy azért sikeres legyen egy lap. De egyébként visszatérve a foci mint magazinra, hoztatok azért azt kell, hogy mondjam, hogy azért egy magazinban mi már azért úgy kicsit készültünk igen, egyébként. Majd a kicsit készültünk azért erre vonatkozóan. Úgyhogy gyakorlatilag azt tudom elmondani, hogy Márkus József igazgató úrnak köszönhetően történt egyébként maga a World Soccernek a meséljetek már a legelső pillanatról, hogy gyakorlatilag honnan pattant ki ez az isteni szikra, vagy hogy kezdődött? Azt Laci fogja tudni, mert engem már megkerestek. Téged már megkerestek. Akkor már nagyjából eldőlt az, hogy ez a licenszjog, ez ide kerül. A legjobb főszerkesztőt találtátok. Hát az egyértelmű. Hát ez nem lehet kérdés, hogy a legjobb főszerkesztő kapta a megbízatást. Amikor megkerestek téged, hogy legyél főszerkesztő, az nyilván megérintett. Persze, de nyilván bennem is volt abban a szempontból, ami most Laci beszélt, dilemma, hogy igen, hogy Magyarországon nyomtatott kiadványt mennyire lehet eladni, majdnem azt mondom, hogy mennyire könnyű, mert az nem lett volna, és biztos, hogy nem könnyű, de el lehet azért, azt gondolom. Nyilván ennek vannak feladatok ugye így részünkről, hogy egyrészt maga, hogy jó legyen az újság, de másrészt az, hogy ezt megismerjék, ezt a lapot, hogy ez létezik. Tehát az a legfontosabb, hogy ezt valahogy megismertetni a közönséggel, mert az tény, hogy konkurens úgy nem igazán van, tehát az egy előnyünk lehet, hogy nincs havilap, de még heti lap sem a magyar piacon, és amit említettem, hogy azért most vannak eredmények, és ugye a válogatott már nagyon régen nem volt ennyire népszerű, mint az utóbbi években.
akkor azt gondolom, hogy érdemes ebbe azért így belevágni, nekünk meg majd azokkal a témákkal kell foglalkozni, amik érdekelhetik az embereket, de szerintem ez elég izgalmas, érdekes, színes lesz a magazin. Nyilván van egy része, amelyik az eredetit veszi át, tehát ez a World Soccer ugye a nevéből is adódóan a világ futballját igyekszik lefedni. Megmutatott? Hoztatok magatokhoz, szóval így fog kinézni a magyar nyelvű. Igen, ez most még az eredeti, ugye? Mert igen, most indul, igen. Ennek lesz, igen, a cím nyilvánvalóan marad, az teljesen igen. Egyértelmű, és ugye vegyesen magyar témák és az eredeti külföldi kiadványnak a témái. Mi a magyar témákból igyekszünk, ugye tényleg, ahogy a személyzet, hogy valamit adni az olvasónak, tehát és nagyjából az az elvem, hogy valamilyen legyen az a cikk, mindegy, hogy amilyen egy jó cikk általában szerint, hogy valami hatást kivált az igen. Emberben. Lehet, hogy valami... Gyakorlatilag a fele a miénk, úgyhogy a Dani-nak eléggé nagy a mozgástere, de tulajdonképpen a szerződés értelmében 49%-ot uraljuk a labban, ami teljes Dani-nak abszolút szabad keze van, és 51% egyébként az angol résztvétel, ami természetesen nem csak angol, hát ugye nemzetközi bármi lehet, tehát abban ugyanúgy lehet. Igen, tehát ez angol nyelvű lap, ugye, de hát a világ futballját járja körül, tehát európai, tengeren túl ázsiai, amerikai, afrikai, tehát igazából a World Soccernek mindig is egy ilyen célja volt, hogy bemutassa, és eljusson olyan, megmutasson olyan területeket is, amiről az ember ugye nem szokott értesülni, és hogyha ez izgalmasan, érdekesen jól van tálalva, akkor azt szerintem talán érdekelheti is az olvasót, de azért nagyon hangsúlyos valóban a magyar rész, meg abból az eredetiből is megpróbáljuk kiválasztani, azért jó, hogy a fele az eredeti, mert megpróbáljuk kiválasztani a legjobbakat, a jó anyagokon belül is a legjobbakat, amiről azt gondoljuk, hogy itthon érdekes lehet a hazai közönségnek, és mi meg ugye mellé tesszük így a magyar témákat. De annyi őrült foci rajongó van, és ugye hát a manapság a Magyarországon is egyre inkább előtérbe kerül a foci, meg egyre talán ugye népszerűsítik is, meg népszerű is, meg ahogy te is mondtad, egyre jobbak a csapataink. Akkor van remény arra, hogy nektek ez nagyon bejön. Én nagyon bízom, hogy sikerre van ítélve, tehát ahogyan a Dani is elmondja, hogy a jogból még kivenni a legjobbakat, és ahhoz már csak tényleg azt a magyar tartalmat hozzátenni, amitől tényleg azért felcsillan az olvasó, illetve az érdeklődő szeme. Nagyon nagy érdeklődés van rá egyébként, azt kell nagyon mondjam. Nagy érdeklődés? Ezt így nagyjából fölmértétek? Hát igen? Hát én rengeteg telefont kapok egyébként napi szinten. Hát főleg ugye nyilván férfi körben, akik ezt ugye preferálják, de a hölgyek körében is van egyébként érdeklődés, meglepő, hihetetlen. Hát én csak remélem egyelőre, hogy tényleg így lesz, de reméljük, hogy így lesz. Nyilván az is mondom feladat, hogy ezt eljutatni, a hírt a közönséghez, hogy ez létezik, és hogy majd akkor ez jön, és akkor érdemes megvenni. Az mindig egy nagy kérdés, hogy a mai világban igen, hogy miért ad pénzt egy ember, még ha az futballrajongó is, és ahogy említetted, hogy mennyien vannak, és rengetegen vannak itthon is. Azt tudjuk nagyjából, arra van neked valami, vagy nektek valami adatotok, hogy mennyi hivatalos futballrajongó van Magyarországon? Hát erről nincs, de azt veszük, hogy a Puskás aréna, ugye, ahol a válogatott játszik, igen? Az egy ilyen több mint 60 ezeres stadion, bőven több mint 60 ezeres, és hát most, hogy megy a válogatottnak már egy jó ideje pillanat, akkor ott elfogynak a jegyek, és tulajdonképpen két vagy három arénát is meg tudna tölteni a válogatott, akkor azt gondoljuk, hogy sokan, nagyon sokan, több százezeres a tömeg, de a több százezeres futballrajongó tömeg, amelyik egy csomó futballtartalomhoz hozzájut ingyen, meg azokkal kell valahogy egy picit azt megértetni, vagy velük elhitetni, hogy érdemes ezért viszont pénzt adni, mert olyat olvas benne, amit máshonnan nem kap meg. Nem beszélve arról, hogy a jó illatú, a nyomtat, szóval Gutenberg találmánya nem mehet ki a divatból. Hát reméljük. Én is azt gondoltam mindig, ugye hát ebben dolgozom már nagyon régóta a nyomtatott sajtóban, és azért azt gondoltam, hogy a napilapoztam is, meg hetilapoztam is, hogy a napilapoknak azért nehéz a dolguk, tehát ezt el kell ismerni, és ugye ez világszinten is számos megszűnt, mert azt gondolta, hogy ez már nem érdemes kinyomtatni, és az online felé fordult. Ugyanakkor azt remélem, hogy a magazin az más, tehát pont a képek miatt, hogy egy magazin ezt a vaskosabb kiadván kézbe lehet venni, ugye más jellegű anyagok, tényleg a magazin piacnak reméljük, hogy azért még van jövője, még hogyha a napi lap az nagyon-nagyon nehéz helyzetben is van, tehát ezt kár szépíteni.
hogy eszembe jutott, hogy régen, amikor még én jóval fiatalabb voltam, akkor gyűjtöttük a minket érdeklő magazinokat, és bizony akkor a gyerekek, a srácok ki is vágták mondjuk a kedvenc popstar fotóját, és felragasztották a szobájuk falára, hogy vajon most is működnek-e így a tinédzserek, vagy az ifjú foci rajongók. Reméljük, hogy működnek, reméljük, mert mi posztereket adunk pont azért, mert ez egy űr jelenleg, tehát pont amit mondtam, hogy nincs magazin, nincs hetilap, nincs havilap, nem például posztert, ami egy nagyon népszerű dolog volt mindig a fiatalok között. És szerinted nem most is az? Nagyon fiatalok körében. Szerintem igen, mert ez a rajongás az nem veszed ki. Tehát ha azt veszük, hogy ezek a Panini albumok, a különböző kis kártyák, hocis kártyák, igen, mennyire mennek, nyilván azért ez egy tovább vitt változata, meg azt lehet gyűjteni, berakosgatni, ez egy picit más forma, de ez, hogy kiteheti a falra a kedvenc játékosát, akit szeret, akit imád, akit minden hétvégén néz, az szerintem jó. Tehát az nekünk fontos, hogy poszter legyen, még ha az eredetiben nincs is egyébként. Nincs az eredetiben, ezt akkor ti hoztátok be. Hát mi hozzuk be, igen, aztán majd meg nem kell, hogy nem tudjuk, mit szólnak, tudnak-e róla, nem. Tehát ez majd kiderül egyébként, tehát ez úgyis az olvasó közönségnek a visszajelzése alapján, tehát úgy, mint többi magazinban is egyébként, tehát voltak, illetve vannak próbálkozásaink, ez mindig egy mérce, egy valamilyen egy olyan próbálkozás, ami aztán vagy bejön, vagy nem. Tehát valami sikeres, valami nem. Aztán valamilyen van egy bizonyos idő, ameddig kifut, és akkor az addig úgy megy, és utána ki kell találni valami másikat. De Daninak ez egyébként szerintem szenzációs jó ötlete volt. Dacár annak én ugyanerről nyilatkozni nem tudok, mert viszonylag keveset járok gyerekszobába, talán 15 éve utoljára, és tehát nem tudom egyébként, hogy a fiataloknak a szobájába. Igen, azért is kérdeztem, mert ugye manapság már mindent a telefonunkon, a telefonunk véd, időképernyője a kedvenc. Én mondjuk leragadtam a firenzei reneszánsznál, tehát nekem mondjuk Leonardo van a falamon, már nem eredeti, de megnéztük volna. De hogy arra voltam kíváncsi, szóval azért merült föl bennem ez a kérdés, hogy vajon működik ez még így a világ? Néhány éve még biztosan működött, amikor a képes sportban dolgoztam, az egy heti lap volt, abban is nagyon hangsúlyos volt a futball, de képes sport más sportágak is, de hangsúlyosan a futball, és abban poszter mindig volt egyébként, és azt szerették, az népszerű volt, és szerintem fontos, mert a futball az egy kicsit a rajongás is, tehát rajongsz a magáért a játékért, de rajongsz a csapatodért, amit szeretsz egy-egy játékosért, és annak mindig volt egy ilyen megnyilvánulása, hogy akkor a gyerek, de nem is kell, hogy gyerek legyen, egy fiatal ember, kamerszínécser, simán még akár felnőttek is, ugye, hát autós műhelyekben más jellegű poszterek szoktak lenni, de azért előfordulhat ott is, mondjuk, hát a Fradi csapat posztere miért lehetne kint, hogyha mondjuk ott egy Fradi drukker van, vagy Újpest poszter, bármilyen, akinek drukkolnak, szóval szerintem lehetne, nyilván külföldi szereplőkkel is, de hát ez csak egy plusz, mondjuk úgy egy ajándék az olvasóknak, vagy hogy még egy plusz valami, amiért érdemes szerintem majd ezért megvenni. Ezért is lesz igen, érdemes, mert igen, hogy mert azért mégiscsak... Azért nem csak a képi tartalom egyébként, hanem az ott megjelenő cikkek, illetve annak az információ tartalma, ami én azt gondolom, hogy azért nagyon fontos, mert nem biztos, hogy a netről, vagy bizonyos sajtóorgánumokból ugyanúgy tud tájékozódni egyébként egy magyar rajongó, mint például majd ebben a labból, ahol szisztematikusan és akkurátusan úgy lesznek összegyűjtve, vagy úgy vannak összegyűjtve a különböző információk, illetve írások, ami gyakorlatilag abszolút itt a hazai sporton belüli történet. Én úgy gondolom, hogy az emberekből nem veszett még ki az a vágy, mert ugye itt a nyomtatott sajtót boncolgatjuk, és hát ez nem csak a foci magazinnal kapcsolatban érvényes, hogy nem veszett még ki az a vágy belőlünk, hogy a jó illatát érezzük egy lapnak, hogy kézbe tudjuk venni, és ez egy olyan igényes lap lesz, hogy gyűjteni is szerintem majd, szóval, hogy igény támad az emberekbe arra, nem, hogy gyűjtsék minden lapszámát. Hát én azt gondolom, hogy igen. Nem tudom, hogy Dani a képes sportnál volt hát, ilyen. Képes vagy sportnál? Abszolút, hát ott voltak nagy gyűjtők valóban tényleg, igen? Amikor indult. Igen, voltak. Hát, hogy nyilván elinte még nagyobb száma, de tudom, hát volt, amikor már így ilyen megszűnés volt a vége, akkor így volt, akik jelezték, hogy akkor ők felajánlja, hogy az összes megvan neki, meg, tehát ez sokan gyűjtik, beköttetve valakinek megvan, tehát ez, igen, van erre még azért talán közönség, meg még
meg biztos, hogy van. Én is ilyen tartalomközpontú vagyok egyébként, hogy az elv, hogy jó írások legyenek, illetve hogy jó újságírók. Tehát igazából, amikor én így verbúváltam a csapatot, az volt a szempont, hogy talán az egyedüli, hogy jó író ember legyen. Hát nyilván, aki alaposan benne is van a futballban, de hogy jó író legyen, és a nagy cikkek, azok reméljük, hogy azok ilyenek is lesznek, hogy azok jól megírt, érdekes történetek. Mint a Kocsis Kiadó többi kiadványa, majd azért azokra is térjünk egy picit rá, de még nem tudom nem megföltenni a kérdést, hogy neked mikor kezdődött a foci szerelem? Vagy van ennek valami kezdete, vagy valami villanás? Igen, ez jó kérdés, nem tudom, én nem emlékszem arról, hogy ne a futball, tehát mióta az eszemet tudom, nekem nincs olyan pillanatom, hogy az ne a futballhoz kötődjön, tehát igazából nyilván nem a születésemtől fogva, de ezt kéne válaszolnom, mert igen, mert én úgy gondolom, de hát az első egy-két év talán még nem ezzel tehet, de hogy a harmadik, negyedik évtől nagyjából a futball körül forgott minden, abba biztos vagyok. Nyilván van egy ilyen családi indítatás is, mert tudom, hogy apukám is nagy foci rajongó volt, a nagypapám is az volt, tehát én abban nőttem föl. Ez egy kérdés, hogyha nem ilyen a családi háttér, is azzá váltam volna, vagy ez kellett ahhoz, hogy azzá váljak? Ezt nem tudom. Azt szoktam mondani, hogy futball rajongónak vagy szurkolónak születni kell, mert az így valahogy valaki... Ez egyik fiú az autókban lesz szerelmes, a másik a labdába. Most nyilván ezt így most általánosítottam, amit nem szeret. Valaki mind a kettőben, vagy még több mindenben, de csak szóval, hogy ennek igazából mi az oka így a családi hátteren túl, azt nem tudom, hogy ez így, nem tudom, hogy a zsigerekből ez hogy fakad, de ez volt. Tehát foci volt. Én is játszottam, tehát aztán már csak amatőr szinten, és... Hát és hogy tud érvényesülni gyakorlatilag azokat, a többit? Azért hagyta abba, hogy tudjon érvényesülni például Szoboszlai Dominik, Dzsudzsák Balázs és a többiek. Tehát ez egy nagyon nemes gesztus volt részedről. Én nem akartam úgy táncoltatni a labdát, mint a Lázár. Mint a Lázár Remény, igen. Akinek fény lett az arca. Úgyhogy, de igen. Értem, szóval hát gyakorlatilag születésed óta. Ugye, látom, hogy olyan elvakult foci drukkerek vannak, hogy vérre menő hát vitákat az... tudnak a férfiak egy-két sör mellett vívni. Hát ezt azért hoztam párhuzamnak a vallást, így az alapján, igen. Amit olvastál, hogy ez valóban így azért elcsépel, de hát tényleg nagyjából így egyenértékű, hogyha a fanatizmust veszük, hogy mit jelent az emberek a valódi futballrajongók életében egyenértékű nagyjából azzal. Tehát ez igen. Most azt reméljük, hogy azért Magyarországon még mindig nagyon sok a futball szerető, majd megpróbál majd így kicsit így olvasni is még róla. Az nagyon jó lenne, mert hogy a Kocsis Kiadónak néhány kiadvány te is hoztál, kedves igen. László. Ugye március 7-én indul a World Soccer magazin, ezt jól tudom, ugye ezt a dátumot, de ti adjátok ki a Ludas Mátyást, a BBC Historyt és az Amiről van, az orvos amiről nem beszél az orvos magazinokat. Című magazinokat, tehát ha már a World Soccer, akkor én azt kell, hogy mondjam, hogy lassan már magazin nagyhatalommá válik egyébként a Kocsis ZRT, mert hát gyakorlatilag ez már a negyedik magazin egyébként, amit ki fogunk adni. A BBC History egyébként az ugye nyilván alap. Megmutatod magazin, nekünk, hogy melyeket hoztad, és korábbi akkor mutassuk. Illetve egy Napóleon, illetve egy korábbi Mária Terézia. Egyébként hasonló lesz majd a szakör, amit az előbb is mutatott abszolút, a főszerkesztő úr. Tehát egy szép, színes, vastag magazin, amiben azért van tartalom, van kép. Közel 100 oldalon, Dani, ha jól emlékszem. 100 oldalon? Igen, 96 plusz 4. 96 plusz 4, tehát azért ez terjedelmes lesz egyébként, tehát gyakorlatilag az olvasó azért kap is az áráért egyébként valamit, illetve magáért az előfizetésért, tehát nem csak egy szimpla vékony lapocskát. És hát minél örül a kiadó, minél több előfizető természetesen jelentkezik. Hiszen a lapot fönn kell tartani, tehát ugye. Tehát a BBC History, illetve a Ludas Mátyás, amit Ludas Matyi utódja, amit nagyon sokan még mai napig nem tudnak egyébként, hogy ez újra létezik egyébként, ez az újság, a Ludas Matyinak az utódja. Istenem, milyen ikonikus lap egyébként, ugye Gábor Andor történetében, erről ugye múltkor már beszéltünk, illetve ami még nagyon-nagyon népszerű, inkább hölgykörökben, persze az urak is egyébként nagyon kedvelik, az amiről az orvos nem beszél, és ez szintén angol.
Tehát gyakorlatilag azt kell, hogy mondjam, hogy a Kocsis ZRT, most már a Márkus József igazgató úr által, aki a World Soccernek egyébként a létrehozója, a Jozsót, ezt mindenképpen meg kell, hogy említsem egyébként, tehát mint vezető igazgató, illetve a Soccernek a létrehozója, hogy már azt kell, hogy mondjam, hogy magazin nagyhatalommá válunk egyébként lassan egyébként az országba, aminek én egyébként nagyon örülök, mert rengeteg ember, tehát a könyv szakma szenzációs egyébként, is imádjuk a könyveket, meg nagyon jó kiadványaink vannak, de én azt gondolom, hogy a magazin által még inkább nagyobb teret kap a kiadó, és még több olvasó, vagy még több ember tud eljutni a kiadóhoz, és föl tudja fedezni egyébként a könyvpiac, illetve a könyv repertoárnak is egyébként azon kiadványait, ami esetleg őt lehet, hogy abszolút érdekli, csak eddig még nem bukkant rá, vagy nem tudta, hogy ilyen is van. De például ugye a Nelson Evre ugye visszatér, de nagyon sokan. Egy kiváló könyv. És hát nem Nelson Mandeláról beszélünk egyébként, hanem ugye Nelson Admirálisról. Orishia Nelson, vagy Nelson Admirálisról. De térjünk már még vissza, mert nem hagy nyugodni ez a kérdés, hogy a kezdeteknél, hogy mondjátok már el nekem, hogy gyakorlatilag kik azok az emberek, akik kitaláltátok meg akiknél ez a gejzír napvilágra került, hogy létrehozni magyar nyelven ezt a foci magazint. Hát még egyszer mondom, tehát... Kocsis kiadó, elhangzott. Tehát a Kocsis kiadó és az részéről... Ügyvezető, Márkus József. Márkus úr, tehát a Márkus József, Jozsó... Galambos Dániel. Én már a megalkotásában ugye a magyar verziónak, tehát ebben veszem. Az, hogy legyen, abban még nem, de örömmel vettem részt abban, hogy utána akkor viszont valóban a kivitelezés, illetve a megvalósítási történetében abban már Dani lesz a főszereplő. Igen, de gondolom az volt bennetek, hogy láttátok, hogy most tényleg népszerű a futball. Persze. Nincs a piacon. Hát ennyi stadion egyébként a világon nincs, mint Magyarországon. Igen, rengeteg, meg kell tölteni. Most ebben tényleg sem irónia nem volt, de hát... Azt olvastam, képzeljétek el, hogy a FIFA, tehát a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség felmérése szerint a futballt a világ több mint 200 országában 240 milliónál többen játsszák rendszeresen. És akkor, de ezt nem tudom, nem lehet, hogy ez jó, ez az adat szerinted? Abszolút lehet. Hát abszolút. Ez biztos, hogy a világ legnépszerűbb. Szóval a legnépszerűbb. Hát ez teljesen egyértelmű. Igen, és nálunk is. És nálunk is. Az, hát. Csak ez nem feltétlenül egyenesen arányos azzal, hogy sok a stadion. Sok lesz hirtelen az előfizető meg a vásárló, de mi azon vagyunk, hogy legyen. És nekem mondjuk az én feladatom az, hogy olyan legyen a termék, amit ha kézbe veszik és elolvasták, akkor azt mondják, hogy na ez tényleg ezt megérte most ezen így ezt végigolvasni. És igen, utána az én munkám onnan kezdődött, hogy mikor megbeszéltük, hogy akkor igen, ez a lap ez ide kerül, kiadjuk, és akkor kellett összeállítani egy csapatot, és kitalálni, hogy nézzen ki ez az újság. Meg hát igazán egyébként én azt mondom, hogy azért a második, harmadik lap kiadása után lesz majd... Tudtok ti már akkor, mint kiadó, akkor nagyobb kommunikáció értékű nyilatkozata, mind úgy a főszerkesztő részéről, mind úgy a kiadó részéről, illetve mind úgy közös részről. Tehát igazán akkor tudjuk majd elmondani, hogy mik az észrevételek, illetve milyen a fogyás, milyen az érdeklődés egyébként, vagy mire van igény, mert például olyan is van egyébként, hogy bizonyos olvasók esetleg telefonálnak, vagy levelet írnak, és például elmondják azt, hogy tehát milyen észrevételeik vannak, és akkor erre vonatkozóan lehet egy picikét formálni, illetve alakítani is a magazinnak bizonyos tartalmi részeit. Igen. Ami nagyon-nagyon hasznos dolog, mert hát gyakorlatilag, ugye, hát most nem akarok ezzel az olcsó hasonlattal élni, hogy puding próbálja az evés, de gyakorlatilag így van, tehát akkor mutatkozik meg ugye a kiadvány, amikor ezt már elkezdik forgatni, olvasni, vásárolni, stb. Igen, és egy nyilatkozatodban hallottam egy korábbi interjútban, hogy ugye a Ludas Mátyásnál is ti abszolút rugalmasak vagytok, hogyha küldenek poént, írást, bármit persze. Az hát olvasóitok. Tamás úr ezt nagyon jól kezeli egyébként, de tehát nem csak a Luka, tehát akár a Tamás, akár a dr. Halász Géza, Pápai Gábor, bravúros névsor van azért ott is. Krenner István, ugye most hát a Mannában egyébként, és hát sorolhatnám egyébként a
neveket, tehát mindenkit most nyilván nem tudok elmondani, de szóval tényleg bravúros a csapat egyébként. Akár ennél, akár például a Szendi Gábor nevét, hogy ha őt mondom, és én nagyon-nagyon büszke vagyok rá, hogy a Kocsis ZRT-nek munkatársa, illetve együtt dolgozhatok egy ilyen nagyszerű és egy olyan népszerűségnek örvendő főszerkesztővel, mint a Szendi Gábor, vagy mint a Csunderlik Péter és Györfi Iván, Lukács Tamás, szóval szenzációs egyébként a csapat, csak tényleg hát a print média picikét talán nem annyira népszerű, mint valamikor, de én nagyon-nagyon bízom benne, hogy a Danival a szakört azzá fogjuk tenni. Tényleg nagyon-nagyon sokat dolgoztunk már eddig is rajta, és nagyon-nagyon sokat fogunk, és hogyha ez bejön ez a lap, akkor majd mi is elmondhatjuk azt, hogy most kell szelénynek lenni, nem? Mert ugye most van mire, nem? Én eszembe jutott az 53-as hatalmas győzelme Magyarországnak. Olyan jó lenne, hogyha megint valami hatalmas virágkorát élné a magyar foci. Igen, hát oda már nehéz lesz eljutni azért. Azt gondolod, hogy egyszer ez volt ilyen az életben? Hát azért még egy atomi messze vagyunk, tehát ezt azért tudjuk, de az is nagy dolog, hogy ez a válogatott, ez most már rendszeres Európa-bajnoki résztvevő, ugye előtte több mint 40 évig nem sikerült, és most ugye ez most már Zsinórban a harmadik EB lesz, amin ott a válogatott. Van a Fradi, amelyik mindig európai csoport résztvevő a különböző klubtornákon, és ugye van néhány futballistánk, akik most már a legerősebb bajnokságokban játszanak, ugye Szoboszlai Dominikot mindig ki kell emelni, mert mégiscsak a világ legerősebb bajnokságában, az angolban futbolzik, annak az egyik legjobb csapatában, tehát ez olyan magasság, ami ahova mondjuk én 10 évvel ezelőtt még, de akár csak 5 évvel ezelőtt nem gondoltam, 5 éve se gondoltam, hogy az én életemben még eljut magyar játékos, mert azért volt annyira lent is a foci, de most tényleg azért most sok a siker, ilyen kis részsiker, mit meg kell becsülni, és ebből lehet építkezni, de hát az nyilván az a futball szereplői, tehát ez nagy futball szakmai kérdés lenne, tehát nem szabad, hogy azt gondolják, hogy akkor most mi már hú, de milyen jók vagyunk, mert akkor lehet, hogy ez lesz a csúcs, és ennél tovább nem lesz, pedig még hova lehetne fejlődni, de ez már egy szakmai kérdés, a mi részünk az, hogy megpróbáljuk tovább népszerűsíteni a futballt például ezzel a kiadvánnyal. Nagyon komoly. A futballon gondolkodva annyi mély gondolatot hozott föl bennem, hogy olyan erős összetartó ereje is van, ugye, hát ha csak egy meccsen együtt énekelnek az emberek, az a több ezer ember, ott összeadódik az a nagy, erőteljes lélek. Egyszer olvastam valahol, Dani, hogy az a csapat nyeri meg a meccset, amelyikért nagyobb lelkesedéssel szurkolnak a szurkolói. Biztos, hogy a közönség nagyon tudhatni a csapatra, és hogy milyen a teljesítmény, ez egyértelmű, de amit mondtál, abban a szempontból is igaz, ha már mondod, a kohézió, hogy egy csapat mennyire egységes, mennyire tudnak küzdeni a játékosok egymásért, tehát az sokszor ezek a jellemzők fontosabbak, mint hogy mondjuk milyen kvalitású egy-egy játékos, tehát hogy mennyire jó futballista, mert ugye ez szokás van, hogy akkor elég lenne megvenni a világ 11 legjobb futballistát, és akkor mindig az a csapat győzne, és ez nem így van. De nem voltak így van. Már erre próbálkozások, vagy nagyjáboli próbálkozások, aztán kiderült, hogy ez önmagában még kevés, mert pont igen, nagyon sok mindennek stimmelnie kell, hogy azok a játékosok egymással milyen kémia van közöttük, mennyire jellemző azokra a játékosra a küzdő szellem, hiába legjobb, de ő akarja a sikert, folyamatosan nyilván akarja, elég motivált. Tehát ezek, amint minden csapatjátékban futball, és így van, és hát ilyen szempontból ezek fontos kérdések, de a futballnak igen, van egy ilyen ereje, hogy a közönség, egy kicsit az együvé tartozás, mindegy, hogy klubcsapatnak drukkolsz, vagy egy nemzeti csapatnak, ezt így erősítheti, de hát azért mindenki nyilván a sikerért is megy ki a stadionba, hogy győzzön az ő csapata, úgyhogy mindezeket azért így mi így figyelembe vesszük, amikor készítjük az újságot. Igen, nagyon, nagyon összetett dolog a foci, szóval sokkal több van, mint amit az ember elsőként gondol mögötte, vagy legalábbis én, aki abszolút nem kívülről látom ezt az egészet. Hogyha egy külföldi embert megkérdeznének, hogy a magyar fociról mi a véleménye, szerinted mit mondana? Vagy mennyire vagyunk mi világviszonylatban nyilvántartva, mint focista nemzet? Hát néhány évvel ezelőtt még,
hát nem nagyon voltunk mondjuk néhány évvel ezelőtt, és mindenki Puskást emlegette volna. Puskás, igen, éveket. Igen. De ezt még de az viszont mindenki tudja, hogy létezett az aranycsapat, vagy a magyarok, akik az angolokat megverték, amik tehát még mindig ebből sikerült. Élünk. Ebből értünk sokáig, igen. És most, az, ugye, most ez az utóbbi néhány év, és azzal tényleg, hogy Szoboszlai, aki ráadásul tényleg jól futballozik az említett angol bajnokságban, amelyik a legjobb, és amelyik a legnépszerűbb, nem elég, hogy a legerősebb, még a legnépszerűbb is, tehát azt nézik világszerte a legtöbben a Premier League-et, abban, annak egy ilyen csapatában sikeres, és állja meg a helyét, és akkor ilyen szempontból nyilván a magyar futball jó hírét viszi. Tehát ilyen szempontból egy picit ez változik, ez, hogy mondjuk legfeljebb a Puskásék és az aranycsapatot tudták volna felidézni a külföldi járókerők, a magyar futballról kell beszélniük. Ez most ezzel egy kicsit változik. Hát nyilván ahhoz kéne egy viszonylag egy kisebb siker mondjuk az Európa bajnokság, mondom, erre az is siker, hogy ott vagyunk. Tehát a Németországban rendezik ugye a nyáron, és ott van a magyar válogatott a 24 csapat között, az jó. Ott, ha még lenne egy csoportból egy továbbjutás, az meg már még inkább hangzatos lenne, ami egyébként megtörtént 2016-ban. De egyébként hát azért vannak még azért Magyarországon azért kiválóságuk, tehát hogyha azt mondom, hogy Szoboszlai Dominik, aki tényleg egy szenzációs tehetségű ember, tehát nem csak Premier Plan, tehát nem csak Rivalda fényt kap, hanem azért mögötte tudás is van, de hát azért említhetnénk a Szalai urat is, vagy a Zsuzsák Balást is, akik azért én szerintem rendkívül tehetséges játékosok, csak hát csak most már ők, igen, most már ők inkább a, nem ők vannak reflektorfényben, de valóban voltak azért tehetséges, a nagy bajnokságokban azért megmutatkoztak a magyar játékosok, csak pont az említett aranycsapat miatt, tehát nálunk már nagyon magasan volt nagyon egyszer magas a léc. Tehát azért mindig kritikus, mert vagyok én is, vagy voltam sokat kritikus a magyar futball szemben, mert azt akartam, hogy jobb legyen a kritika, úgy gondoltam, hogy ez majd előre visz, meg valahogy ezen változtatni. Ez mégis konstruktívnak szánta, tehát építő kritikának tulajdonképpen. Tehát ez, igen. Tehát ezért is volt a helyzetben minden további generáció Magyarországon, mert mindig hozzájuk mérték őket. Tehát ez nyilván ez egy bizonyos szempontból teher, de ugyanakkor meg édes teher persze, de ugye azért más Magyarország. Tehát az, hogy Cipruson, ahol soha nem jutottak el sem eddig, ott ha van egy kis siker, azt ünneplik. Nem, azt a pici sikert annyira nem ünneplik, mert bennünk azért belénk ivódott valahol, hogy mi egyszer hol jártunk. És lehet, hogy már 200 év múlva már nem az lesz a vénz, és a kis siker is nagy siker ez, de remélem, hogy nem így történik, hanem újra így. Következő életben meg fogjuk tudni. Jó, hát nagyon érdekes, nagyon-nagyon várjuk az indulást március 7-én. Én azt kívánom nektek, hogy verekedjenek az újságosoknál a magazinotokért. Azon gondolkodtam, ugye, hogy 60 ezer a Puskás, ha tele van, vagy több mint 60 ezer. Ha csak 1-2%-a veszi meg a lapot, nektek már jó, nem? És akkor hát, szerint voltam. Az és egy nagyon-nagyon szerint az, kívánság. Az úgy kényelmes volna egyébként, tehát úgy, már nem munka szempontjából, igen. Hanem úgy tehát a lapfinanszírozás tekintetében, hát, gazdasági oldalát nézem. Hát a 10%-a vegye meg azért, nem? Hát a 10%-a persze, na de hetente persze. Vagy naponta? Ja, nem, hát havonta. Én valahogy azt érzem, hogy sikerre van ítélve. Nem akarok itt ilyen jósatokba bocsátkozni, meg varázsgömbbe nézni ez ügyben, de úgy gondolom, hogy annyi rajongó van. Be szoktak jönni a jóslataim. Szóval én azt kívánom, hogy ez a World Soccer magazin sikerre legyen ítélve, vagy ezzel a mottóval zárjuk, és köszönöm, hogy eljöttetek, és egy picit feszegettük, vagy kapargattuk itt a World Soccer magazin megjelenésének az előzményeit, tehát akkor márciustól magyarul is megjelenik a World Soccer magazin, a világ egyik legnépszerűbb és legpatinásabb futballmagazinja. A Galambos Dániel főszerkesztő vezetésével és a Kocsis kiadó gondozásában havonta megjelenő, gazdagon illusztrált lap a nemzetközi és a magyar futballvilágban kalandozva szolgál exkluzív interjúkkal, elemzésekkel, izgalmas történetekkel a honi, valamint a nemzetközi újságírás legkívülállóinak tollából. Kicsit belezavarodtam a végébe, de minden esetre a beszélgetést nagyon szépen köszönöm Galambos Dániel főszerkesztőnek, és Szabó V. Lászlónak, a Kocsis kiadó irodavezetőjének. Köszönjük szépen. És akkor focira fel. Köszönjük a figyelmet. Hajrá!